Te figyelj, te gondolkodtál amúgy azon, hogy te valaha is állod a pályát? Hát folyamatosan. Hát persze, hát már sok évvel ezelőtt is. Én először talán, hát amikor Boldi kicsi volt, akkor akartam először, amikor egy éves volt Boldi, vagy 8 hónapos, akkor akartam először elmenni külföldre, egy évre kiszakadni. Akkor nem sikerült, és aztán eltelt még egy pár év. A Tália előtt, a Nemzeti végén is úgy gondoltam, hogy lehet, hogy valami másba kellene belekezdeni. De hát miért, hiszen ilyen ünnepelt, de tényleg abszolút. Jaj, ezeket majd mindjárt megmutatom azokat is. Igen, de mégis az volt bennem, hogy ne csak egyféle dolog legyen, amihez. És ez a Covid-nál aztán ki is derült nagyon sok embernél, meg a mi szakmánknál is, hogy ez nem minden esetben tud működni, vagy van az a helyzet, amikor jól jött volna egy másik láb sokaknak. Ez inkább ilyen belső kiégés, vagy tehát honnan fakad ez az érzés, hogy akkor kicsekkolni? Miközben megkapod a sikert, mert ünnepelnek, meg nem tudom, de akkor... Hát igen, de hogy még annyi minden más van. Igazából, ami ezt így, most akkor nem másik munka, de az, hogy elmenni és akkor világot látni, meg utazgatni, az már onnan úgy jó visszatérni a munkához. Tehát, hogy illetve a munkából jó elmenni oda, de nem is tudom, tehát inkább az a jobb irány, mint a visszafele, de hogy az most úgy kiegészíti ezt a, főleg, sőt, inkább azt élvezem, de volt bennem ez sokszor, hogy mi máshoz értenék. És aztán rájöttem, hogy semmihez gyakorlatilag, és a színészek többsége rájött a Covid alatt, hogy semmihez nem ért. De egyébként most, aki engem megkeres ilyen fiatal például, vagy megkeresett valaha is, hogy szeretne a színművészetére jelentkezni, és akkor segítsek neki, vagy mit szólok hozzá, nem. Mindenkinek az az első mondatom, hogy nagyon jó, de legyen még egy másik szakmád. Mert kiszámíthatatlan, és ma már egyre inkább kiszámíthatatlan ez a szakma is, mert nem úgy van, hogy egyrészt mi sem úgy vagyunk már beállítva, mint az idősek, a mit tudom én, 60-70-80-as generáció, akik egy életet lehúztak, és tudták, hogy ez az élet, és ez jelentette a világot. Más volt a rendszerváltás előtt, ugye egészen más világot éltünk bezárva, más jelentett a színház az embereknek, most már nem azt jelenti a nézőknek, vagy csak egy szűkebb rétegnek jelenti ugyanazt, amivel nincsen baj, mert változik, meg nyílik a világ, meg bejött a mindenféle technikák, meg internet, meg most már nem is beszélve az AI-ról, ami majd kiváltja magát a színészetet is szépen, tehát talán a színházat nem, mert azt nem tudja. Tehát azt a pillanat, a jelenlét, tehát nem tudja kiváltani. De hogy mindenképp kell, hogy legyen valami más is, hogy ha jön egy kiégés, ha jön egy vírus, ha bezárják a színházakat, ha jön egy világválság, ha bármi jöhet, még mindig legyen valami lába az embernek, és az szerintem tök jó lehet. Tehát én mindig erre bíztattam a fiatalokat, akik megkerestek így, hogy ő mindenképpen színész akar lenni, hogy jó, de legyen még valami.